Köszöntöm nézőinket! Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják. Ahogy ezt már híradónkban is hallhatták, hétfőn délután tűz keletkezett a Tamási termálfürdőben, melynek oltására közel 40 tűzoltó érkezett a helyszínre. A lángokat az esti órákban megfékezték a kiérkezett egységek, de az utómunkálatok a reggeli órákig eltartottak. A város polgármesterétől, Porga Ferenctől megtudtuk, hogy közel 500 négyzetméternyi területen sérült az épület fedele, ezért a fürdő beláthatatlan ideig nem fogad vendégeket. A szakértői vizsgálat lezárulta után tájékoztatjuk nézőinket a részletekről és az újjáépítés terveiről. Tamásiban közmeghallgatást tartott az önkormányzat, ahol helyi közügyeket érintő kérdéseket tehették fel és oszthatták meg javaslataikat a lakosok, illetve a helyben érdekelt szervezetek képviselői a város testületi tagjaival. A közmeghallgatást követte a képviselő testület rendes ülése, ahol többek között a település forgalmi rendje is napirenden volt. Ennek a részleteit láthatják nálunk a következő percekben. A törvény szerint évente egy alkalommal kötelező közmeghallgatást tartania a helyi önkormányzatoknak, ahol a helyi közügyekkel kapcsolatos kérdések és javaslatok hangozhatnak el a lakosság részéről. Tamásiban többek között sérelmezték, hogy a Szabadság utcai társasház mögött behajtani tilos táblát sokan figyelmen kívül hagyják, így az ott élőknek gyakorta esélyük sincs autójukkal megállni. Mondhatom azt, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan általában a közvetlen lakókörnyezetre és ahhoz tartozó problémák vetődtek fel a mostani közmeghallgatáson is. Leginkább a parkolás, biztonságos közlekedés, csapadékvízelvezetés, ezek voltak a leggyakoribban előkerülő témák, problémák, problémafelvetések. Ez mellett a külterületi lakott helyek ivóvízellátásával kapcsolatosan, illetve a piactér működésével, üzemeltetésével kapcsolatban is érkeztek kérdések. Természetesen azokat a problémákat, amelyeket gyorsan, lehető legkisebb költséggel tudunk orvosolni, azt a következő néhány hétben meg is fogjuk tenni. A közmeghallgatást a képviselőtestület rendesülése követte. A napirendi pontok között szerepelt a forgalmi rend felülvizsgálata is. Az utóbbi jó néhány évben, most már mondhatom, azt tapasztalhatjuk, hogy mint jó néhány más településen jelentősen megnőtt a közúti forgalom a városban. Elsősorban a városközpontban, de nem csak a városközpontban, hanem az egyéb lakott részeken, sőt külterületen is. Főleg a reggeli időszakokban és a délutáni időszakokban nagyon, nagyon zsúfolt a belváros, és emiatt úgy gondoltuk, hogy a város forgalmi rendjét célszerű lenne felülvizsgálni. Erre egy külső forgalomtechnikával foglalkozó céget bíztunk meg. Ők elkészítettek egy szakmai anyagot. A szakember és a külső szemlélő szemével tekintették át a város forgalmi rendjét, és tettek egy javaslatot a Pénzügyi Városfejlesztési Bizottság, illetve a képviselőtestület elé. A Pénzügyi Városfejlesztési Bizottság ülésén ezt hosszasan áttárgyaltuk, átbeszéltük a megbízott cég képviselőivel, most pedig a képviselőtestület elé fog kerülni. Ez tulajdonképpen, ez a szakmai anyag, ez irányelveket, iránymutatásokat tartalmaz a jövőre nézve. Az elkészült vizsgálati anyag a közúti, a kerékpáros és a gyalogos forgalomra is kitér, taglalja a forgalomcsillapítás lehetőségeit, mely területen az önkormányzat már lépéseket is tett. Miklósvár és Sársfő utcában helyeztünk el fekvőrendelőket, de ebben az anyagban például javaslatokat kapunk arra, hogy hol, milyen utcákban célszerű ez még. Hol szükséges esetleg sebességkorlátozó táblákat elhelyeznünk, emellett pedig a közlekedési, ahol szükséges, a közlekedési táblák pótlására, kiegészítésére is javaslatokat teszünk. Kiemelten kértük, hogy a 61-es és a 65-ös út településen belüli forgalmát tekintsék át, és ide is tegyenek javaslatokat. Ez is megtörtént. A főutak tekintetében az egyik üzlet elé például körforgalmat javasol a szakmai anyag, a másik városközponti gyalogát hely környékére pedig lámpák, közlekedési lámpák elhelyezését. És sorolhatnám tovább.
Ebből a szakmai anyagból kiindulva, ami egyébként a Magyar Közúttal és más szakhatóságokkal a külső cég részéről egy összetésre kerül, ebből fogunk tudni kiindulni, ezt fogjuk tudni ütemezni. Nyilván van olyan tartalmi része ennek a szakmai anyagnak, amit kevés pénzből, rövid idő alatt meg tudunk valósítani. Olyan is van, amihez át kell tekintenünk, hogy a következő és a következő évek, ezt követő időszakban milyen pénzügyi forrásai, lehetőségei lesznek a városnak, tehát ütemezni fogjuk azoknak a tartalmi részeknek a megvalósítását, amiről úgy gondoljuk, hogy tényleg fontos és szükséges. Tamásiban őszi szünidei matinével várta a Dánpont látogatóközpont az alkotni vágyó lurkokat és szüleiket. Az öt nap a programjait az őszi hangulat szőtte át. Minden délután végén saját kézzel készített alkotásokkal távozhattak az érdeklődők az intézményből. Filcvarás, tökfaragás, csak kettő kiragadva a programok közül, melyeket pillanatokon belül saját szemükkel is láthatnak a képernyőn. A szünetek mindig fejtörést okoznak a szülőknek, hogy milyen programokkal töltsék meg a gyerekek napjait, hogy unalmukban ne az idegeiket borzolják. A parkerdei kirándulások mellett az itt található Dánpont igazi őszi programokat kínált, mesélte az intézmény vezetője. Nekünk ilyen jellegű foglalkozásaink most vannak először, tehát ezek a kézműves foglalkozások. Ugye tavasszal még a pandémia miatt nem igazán tudtunk ilyeneket így beszervezni. Szerintem ez egy adott időszakban mindig ez a matiné, ez egész héten zajlott. Úgy látom, hogy a szülők is keresik nyilván azokat a helyeket, ahol tudnak a gyerekekkel a szünidőben egy vagy két napon egy-két olyan időszakot eltölteni, olyan időt eltölteni, ahol együtt tudnak kirándulni, együtt tudnak akár alkotni, kicsit kinyílva a természetre. És hát ami nálunk még igen vonzó lehet, hogy működik egy ökobüfé is nálunk, és a kolléganővel együtt találtuk ki a büfé kínálatát ez idő alatt, tehát a sütőtök és láttétől kezdve a szotyis pogácsán át, tehát minden, ami a kézműves dolgokhoz passzol, és ehhez az őszi időszakhoz. A szülőket, amíg a gyerekek alkotnak, és egy-egy olyan fázishoz érkeznek, amiben kicsit magukra hagyhatók, illetve meg tudjuk mi csinálni velük, a szülőket tárlatvezetéssel kényeztetjük, mert ugye, ha gyerkőccel érkeznek, akkor nincs olyan hosszan idejük, vagy a gyerekeknek nincs olyan türelmük végighallgatni egy bővebb történelmi vagy természetleíró részt, és így most ez kellemes a szülőknek is, úgy gondolom. A természethez igazítva alakították ki a szervezők a tematikus őszi hét programjait, ahol a szülők, segítők gyanánt szintén elmerülhettek az alkotási folyamatokban. Sok-sok érdekességgel vártuk a gyerekeket, próbáltunk olyan dolgokat kitalálni, ami a gyerekeknek is érdekes, mégis természetközeli, vagy amivel fel tudjuk hívni a figyelmüket a természet szépségére. Rögtön október 23-án szombaton egy textilfestéses programunk volt. Az volt a neve, hogy copy-paste, és hogy másold a természet szépségét a ruhádra, és hord egészséggel, hord büszkeséggel. Ugye gyönyörű a táj, ha kinézünk, akkor ősszel csodás az erdő, gyönyörűek a színek. Textilfestékkel átfestettünk leveleket, és tulajdonképpen lenyomatot készítettünk textilekre. A program kavalkád alatt csinos etetők is készültek a madaraknak, amivel a gyerekeket ösztönözni is szerették volna, hogy a saját kezükkel készített madárházakba élelemmel várják az áttelelő madarainkat. Folytattuk egy textilvarázs, egy gyapjúvarázs nevű programmal. Az zajlott a mai napon, a gyerekek még itt tevékenyen csinálják kis állatokat, erdei állatokat, illetve hát manót, mert a manó az a nagy kedvenc. Varrunk gyapjúfilcből, természetes anyagokból, aztán a filcvarást átfordítjuk a termésvarásba, és a következő napon a csütörtök az a terméseké. Dobozból fogunk természetesen manót készíteni, illetve fa szeletekből, fa karikákból készítünk még csigát, pockot, hasonlókat.
A programokat nem csak helyiek vették igénybe, voltak, akik a nyaralásukat színesítették az itt megvalósított délutánokkal. Részt vettek a halloweeni készülődésen, ami hazánkban is egyre nagyobb teret hódít magának. De hogy mi is a teendő ilyenkor, Sári elárulja nekünk. Be kell öltözni, és ilyen ruhába kell lenni, és cukrokat kell gyűjteni. A tökfaragás pedig nem is olyan egyszerű feladat. Jó a segítő társal végzi az ember, aki legalább a munkafolyamatot felügyeli, ahogy Iván is tette ezt. Hát ezt a tetőt csináltunk, mert tehát egy nagyon szotáig csinálta egyint ezt a beszélyét. Az őszi szünetnek ugyan már vége, de a tervek megszülettek a következő időszakra is, amikor majd szintén színes programokkal várja a Dámpont az érdeklődőket. Úgy tervezzük, hogy az adventi időszakban Tamásiban próbálunk minden adventi hétvégére, akár egész hétvégére programot kínálni. Hagyományosan most már sok éve Tamási főterén zajlanak a vasárnapi adventi vásárok és programok, ez az idén is megrendezésre kerül. A Dámpontban pedig szombatonként fogunk tartani hasonló kézműves foglalkozásokat, tárlatvezetéseket, és még egy-egy ezzel-azzal érdekességgel készülünk, de ezeket majd idővel meg lehet tudni a Facebook oldalunkról. Ott folyamatosan közzé fogjuk tenni, mint esemény és hát bejegyzésekben is, úgyhogy ott tudnak tájékozódni a leendő vendégeink. Az őszi hangulatú kézműves foglalkozások után pedig zenével, illetve egy zenekarral folytatjuk műsorunkat. 1962-ben néhány tamási polgár elhatározta, hogy létrehoz egy akkor még ritkaság számba menő úttörő zenekart. Az évek haladtával természetesen sok változáson ment keresztül az akkor megalakult formáció, de mai napig ott van a város szinte minden rendezvényén. Igen, a tamási koncertfúvós zenekarról van szó, aki az amatőr fúvószene népszerűsítésében végzett kiemelkedő kulturális tevékenységért 2013-ban Csokonai Vitéz Mihály díjat vehetett át az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Figyelj, beszámolok. 1, 2, 3. A tamási koncertfúvós zenekar karmestere, művészeti vezetője Varga Balázs, aki 2019. januárja óta látja el ezt a feladatot. A zenekar tagjai munkahelyi, iskolai elfoglaltságaik mellett látogatják a próbákat. A pandémiás időszak intézkedései számukra is egy nagyobb szünetet hoztak, tudtuk meg a zenekar vezetőjétől. Ugye volt egy elég hosszú kihagyás egészen ugye itt idén tavaszáig, amikor aztán utána újra össze kellett szedni a csapatot. Azt hiszem, hogy májusban kezdtünk el ismét próbálni. Azért egy ilyen hosszú kihagyás után nem könnyű feladat összeboronálni a brigádot, főleg úgy, hogy azért jött a nyár is, mindenki ugye egy kicsit felszabadult, utazgatott belföldre, külföldre, úgyhogy ez a nyári időszak ez úgymond lement, és most azt gondolom, hogy most így szeptember óta kezd úgy kicsit a régi kerékvágásba visszaállni a dolog. Mindig más céljaink vannak, illetve mindig más felkérések, mindig más események. Ugye most például, hogyha közeljövőről beszélünk, akkor közeledik itt ugye az advent, illetve a karácsony. A Művelési Központ itt Tamásiban hagyományosan szokott minden adventi vasárnapon rendezvényt tartani a téren. Most éppen arra készülünk, aztán jövőre, hát már 60 éves lesz ez a zenekar, úgyhogy készülünk egy nagyobb nyári rendezvényre, többnapos rendezvényre. Vissza kellene járni a régi formánkat, mert azért, ahogy az előbb is említettem, ilyen hosszú kihagyás után nem könnyű összeboronálni a csapatot, és utána azt gondolom, hogy majdnem ugyanannyi idő kell összeszedni, mint amennyi kimaradt. Tehát most egyelőre azon vagyunk, hogy visszanyerjük a régi formánkat, aztán utána tudunk gondolkodni egy kicsit keményebb kihívásokban is. A zenekar tagjai között vannak olyanok, akik több évtizedet áldoztak már életükből a formációra, de tőlük sokkal fiatalabbak is helyet foglalnak soraikban. Mindig egy ilyen elég jó elegyet alkotnak a éppen újonnan érkező fiatalok, illetve azért van egy-két régi motoros is, aki hát... Nem akarok nagy évszámokat mondani, de azért van, aki 40 éve a zenekar tagja. Ők segítik mindig a beilleszkedését a fiataloknak, illetve hát nyilván azért van ugye a középkorosztályból is nagyon sok ember, úgyhogy ez egy nagyon jó elejé szerintem. Most jelen pillanatban ráálltunk a csak pénteki próbákra, ugye az a nap, amikor ugye a vidéken tanulók is
haza esnek esetleg az esti próbára. Amikor valami nagyobb megmérettetésre, esetleg fellépésre készülnek, előfordul, hogy még egy napot beiktatnak a hét folyamán, amikor előkerülnek a hangszerek. A próbák jó hangulatban, hatékony munkával telnek. A szünetekben a zenekari tagok is tesznek felvetéseket, hogy milyen kották kerüljenek elő a próbák alkalmával, amit a karmester megfontol és be is iktat rendszerint. Dobos Erzsébet alapító tagja a zenekarnak, és mint mondta, emberek jöttek, mentek az évek alatt, de egy dolog örök. A zene szeretet, azt hiszem, hogy az nem változott, az egy állandó dolog. Aki egyszer ebbe belekóstol, az biztos vagyok benne, hogy soha többet nem akar innét elmenni. Az én gyerekeim is innét kezdték a pályájukat. A két fiam zenei pályára ment végül is, ők tanárok, zenetanárok mindketten, illetve nagyon jó nevű zenekarokban játszanak. A lányom és én, mi pedig ugye amatőr zenészek maradtunk. Ritter Regina, a zeneiskola kis zenekari szárnybontogatása után került fel a Tamási Koncertfúor zenekarba, amelynek immár 4 éve tagja. Érdekes volt, mondjuk én akkortájt kerültem Győrbe, én zenei pályán vagyok, és ott is egy nagyobb volumenű zenekarban játszom, és így nem volt olyan megterhelő, de nagyon jó kihívás volt, és ösztönző volt. Nekem a legnagyobb élményeim, mert 2 is van, azok, amikor a zenekarral utazni voltunk, Luxemburgban és Prágában, azok tényleg hatalmas élmények voltak, hogy tényleg mennyi helyre juthatunk a zenével. A zenekar többi tagjához hasonlóan Tóth Márton Máté is a külföldi fellépéseket emelte ki, amikor az élményekről kérdeztük. Számára a hangszeres zenélés a jövőt jelenti, melyhez egy jó ugródeszka a Tamási formáció. Zeneművészeti Egyetemre szeretnék majd jelentkezni, és utána majd zenekarokba szeretnék elhelyezkedni. A lassacskán 6 évtizedes fennállását ünneplő zenekar már munkálkodik a kerek évforduló méltó megünneplésén is, tudtuk meg Farkas Zsoltól, a Fúvós Egylet elnökségi tagjától. Igyekszünk minden évben egy nagy koncertet tartani, illetve a városi rendezvényeken szoktunk térzenét adni. Jövő évben viszont a Fúvós zenekar 60 éves jubileumát ünnepli, így egy nagyobb szabású rendezvényel szeretnénk a városnak meglepetést okozni. Fúvós fiesztát szeretnénk 2022 nyarán megtartani, amelyre több fúvós zenekart, mazsolett csoportokat szeretnénk hívni, illetve egy nagyobb, nevesebb sztár fellépőt is. A háttérmunkák tehát folynak a Művelődési Ház színház termében, hogy a közönség mindig azt a színvonalas műsort kapja a Csokonai Vitéz Mihály díjas Tamási Koncertfúvós zenekartól, amit rendre megszoktunk tőlük. A zenei téma után pedig a testedzés kerül a fókuszba, egészen pontosan a Hollandiában megrendezett súlyemelő Masters Európa bajnokság, melyre kvalifikációt szerzett a Tamási Koppány Sportegyesület 2 tagja is. Milyen eredményekkel tértek haza az október 16-a és 21-e között zajlott EB-ről, kiderül, ha maradnak a képernyők előtt. 2020-ban lett volna esedékes a veterán súlyemelők Európa-bajnoksága, de a koronavírus közbeszólt, így 1 évvel ezelőtt a hollandiai Alkmaar adott helyszínt a kontinens viadalnak, mesélte a Tamási Koppány Sportegyesület elnöke, aki az egyik versenyző volt. Masters sportolók, 35 év feletti sportolók, és 2 fő verseny van általában, van egy hazai országos bajnokság, a korosztályos országos bajnokság, illetve a nemzetközi versenyek. Az idei országos bajnokságon lehetett a nemzetközi versenyeket kvalifikálni, tehát szintek vannak korosztályunkként, szinteket kellett teljesíteni. Egy időigényes, hosszú felkészülés előzte meg az idei nemzetközi versenyt is, ahova 10 magyar master sportoló szerzett kvalifikációt. Nagyon szépen szerepeltek egyébként a magyarok, remek teljesítményeket értek el, 4 aranyérem, 3 ezüstérem, 1 bronzérem, 1 negyedik és 1 ötödik helyezést értünk el. Tamási Koppány Sportegyesület 2 50 pluszos versenyzője is indult ezen az Európa bajnokságon. Lipkovics József volt az egyik, és jó magam indultunk. A Masters EB kimagasló sikereket hozott a magyar, köztük a tamási súlyemelőknek is. A város színeiben versenyző Lipkovics József egy taktikai döntés után nem a saját súlycsoportjában indult. Egy ezüstérmet eredményezett, nagyon jó döntés volt.
74 kilót szakított, és 91 kilót lögött 102 kilós súlycsoportban. Jó, magam pedig a 81 kilós súlycsoportban neveztem, és 68 kilót szakítottam, 82 kilót lögtem, és ez az ötödik helyezésre volt elég. Idei évben egyéni csúcsokat is teljesítettünk. Mindenképpen szeretném a magyar csapatból kiemelni két versenyzőt. Az egyik Szuromi Tímea, aki nem csak a korosztályában, hanem az összes női mezőnyben az élen végzett, tehát a legjobb női versenyzőként szerepelt. Európa csúcsokkal, és nyilván Európa bajnok is volt a korosztályában. A másik pedig dr. Rozanis Péter szeretném kiemelni az ő korosztályában. Szintén Európa bajnokságot nyert, és ő egy nagyszerű sport emberi tulajdonsága is rendelkezett. A versenyén a lengyel ellenfeleinek könyökficama lett. És a Rozanis Peti pedig a két fogás között, tehát zajlott a verseny, és a gyakorlatok között tette helyre ezt a könyökficamot a legnagyobb ellenfelének, a lengyel versenyzőnek. Ez egy óriási emberi és sportolói tulajdonság. A tamási versenyzők felkészülése munkahelyi elfoglaltságuk mellett zajlott, így próbálták a szabadidejük feláldozásával a legjobb formába hozni magukat a Hollandiában zajlott súlyemelő Európa-bajnokságra. Nyilván ebben a korban azért nem mindennaposak az edzések azért. Tehát több talán a pihenőidő az edzések között. Lipko és Józsi, igaz, hogy Tamásiban igazolt versenyző, de ő Abaújszántón készül. Egy hosszú időszakot vesz igénybe a felkészülés. Ugyanúgy alapozó időszak, formábozó időszak is történik. Én úgy gondoltam, hogy a versenyeredmények igazolják azt, hogy jó volt a felkészülés. Mentálisan is ugye készülni kell a versenyekre. Hasonló, mint a fiatalok felkészítése, csak figyelembe kell venni a korosztálynak a jellegét is. Bakman Béla, aki az Európa-bajnokságon 81 kg-os súlycsoportban az ötödik helyet szerezte meg, edzőként tevékenykedik a tamási teremben, ahol heti szinten ösztökéli a fiatalokat arra, hogy a legjobbat hozzák ki magukból. Én hiszem azt, hogy példa a fiatalok számára, hogy igenis nem kell abba hagyni a sportot, hanem ugyanúgy lehet űzni, és tevékenyen, aktívan is lehet csinálni. Ez példaértékű szerintem a fiatalok számára is, hogy látják ezeket az eredményeket. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!